Módosítja a költségvetést a kormány a legfelső védelmi tanács pozitív véleményezése nélkül is, mindezt azok után, hogy tegnap Klaus Johanni államelnök felfüggesztette a tanács ülését, és felszólította a kormányt, dolgozzon ki új költségvetés kiegészítési javaslatot nem enged a kormány az elnöki hivatal részéről érkező nyomásnak, és az eredeti formában fogadja el a költségvetés kiigazítást. Klaus Johannis a tervezet ismertetésekor kemény szavakkal bírálta az elképzelést, amiért az forrásokat vont el az elnöki hivataltól és a titkos szolgálatoktól. A dokumentum elfogadását azzal próbálta megakadályozni, hogy az általa elnökölt legfelső védelmi tanács ülését felfüggesztette, mielőtt az véleményezte volna a kiigazítást, és azt állította, a testület álláspontja nem konzultatív jellegű. A kormány szerint azonban csak arra kötelezi őket a törvény, hogy kérjék a véleményezést, ennek pedig már eleget tettek. A kormány azt a megoldást választotta, hogy tovább vigye a költségvetés kiigazítást. Teljesítettük az arra vonatkozó kötelességünket, hogy kérjük ki a legfelső bírói tanács véleményét, és teljesítjük azt a kötelességünket, hogy biztosítsuk a folytonosságot a finanszírozásban. A kormány fő a kialakult helyzetért kizárólag az elnököt hibáztatta, és azt is közölte, hogy holnap. Spanyolországban tartózkodik, ahova több minisztere is elkíséri. Ez azért fontos, mert Klaus Johannis holnap konzultációra hívta a kormányfőt az elnöki palotába, hogy a költségvetés módosításáról tárgyaljanak, de erre nyilván nem fog eljutni. A kormányfő külföldi útjait egyébként több hetes előkészítés előzi meg, így alig ha hihető, hogy Klaus Johannis ne tudta volna, hogy olyan időszakra hívja meg a miniszterelnököt, amikor az nem tartózkodik az országban.